Nehéz darab ez a bánkban, nem úgy gondolja? Igen, nehéz darab. Én nagyon szeretem ezt a bánkot tulajdonképpen, és az életemben most másodszor találkozom, illetve harmadszor találkozom a főiskolán. Csináltunk egy jelenetet belőle, akkor a Nemzeti Színházban volt az Iglód István rendezésében. Ugyanezt a szerepet játszottam, a Petúrt. Ez úgy érzem, hogy nagyon izgalmas szerep, és az az érdekesség, hogy ugye eltelt azóta 20 év, és egy kicsit én is, meg rendező is, kicsit másképp álltunk hozzá egész bánkhoz. Megpróbáltunk közelíteni a mához nyelvében egy kicsit. Nagyon bonyolult volt a nyelve, és ilyen archaikus előadás volt ez, megpróbáljuk, hogy közel hozni, különösen talán a fiatalokhoz, és reméljük, hogy sikerül. Ebben a darabban, Petúrmán, miben más, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Azt gondolom, hogy az egész bánk felfogásunk egy kicsit más. Megpróbáltam politikusabb Petúrt, tehát nem egy ilyen hőzöngő vadmagyart, hanem egy okos politikus, aki borzasztóan szereti a hazáját, és ezért sok mindenre képes, és néha nem elég politikus. Tehát ennek a kettőségét próbáltuk tulajdonképpen létrehozni. Remélem, hogy sikerült is. Színművész úr, mennyi van önből Petúrban? Azt gondolom, hogy én hozzám ez a szerep nagyon közel áll. Épp valamit nem beszélgettük a Bercivel is, hogy talán azért is kaptam, mert ő közel áll hozzám. Úgy érzem, nagyon közel áll hozzám. Indulatai, gondolkozásmódja, a bánkhoz való viszonya, szóval én nagyon-nagyon szeretem ezt a szerepet most. Általában az emberek mindig a pozitívumokról beszélnek. Mi a negatívuma a szerepben? Hát, mert hogy van, gondolom? Van, persze, hát egyrészt minden embernek van, én azt gondolom. Mindig számon kérünk vezetőktől a 100%-os pozitívumot, nincs ilyen természetesen. Nagyobb részt pozitívum, az már egy pozitívum én számomra is. Természetesen az, hogy feljel megy a falnak végül is, ugye, hát ez a legfőbb negatívuma. Kimondja azt, amit gondol, az is sokszor negatívum, bár az én jellememben azt gondolom, hogy ez pozitívum, de hát ezt úgy is hívják, hogy karrierlassítás. Hogy az ember, amikor mindig kimondja azt, amit gondol nagyjából. Tehát nem elég politikus.